Folytatjuk a ma reggelt. Évről évre egyre nagyobb méreteket ölt a keresztényüldözés a világon. Tavaly 360 millió embert ért támadás pusztán a hite miatt. Keserű tapasztalat, hogy a keresztény ünnepek idején fokozott veszélyben vannak az érintettek. 3 évvel ezelőtt Sri Lankán csaknem 300 ember vesztette életét, és mintegy 600-an megsebesültek, amikor húsvétkor templomok és szállodák ellen követtek el öngyilkos merényleteket az iszlám állam terroristái. A témát Fábián Barna is vendége folytatja. Nagyon szépen köszönöm, a vendégem pedig Újházi Lóránd úr, Vallás és Társadalom Kutatóintézet vezetője. Jó reggelt kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Miért van az, hogy bár valamennyi vallás követőit üldözik kisebb-nagyobb mértékben, de mégis a keresztények vannak megint a célkeresztben, és hullámvölgyeket látunk benne. Egyszer jobban, egyszer kevésbé, és itt a kevésbét, mert egy is sok, egy üldöztetés. Mi ennek az oga? Miért van a háttérben? Igen, tehát már évek óta látjuk azt a tendenciát, ami elindult, hogy minden évben egyre több keresztény templomot ért támadás, egyre több keresztény közösség, egy gyülekezetet ért támadás. Ugye az Open Doors, ez egy evangéliumi egyházhoz tartozó közösség, minden évben elkészít egy listát. Ez egy 50-es lista. Jó, az első 10 ország mindig változik. Az Észak-Korea az most mondjuk már évek óta az első helyen áll, de a többi ország között azért vannak változások, de a tendencia érzékelhető, hogy erősödik a keresztény üldözés. Na most nagyon komplex, összetett, mert egészen más az oka a keresztény üldözésnek egy Észak-Koreában, egy kommunista diktatúrában. Ugye most már lassan Magyarországon elfelejtjük, hogy milyen kegyetlenségre képes egy szélső baloldali diktatúra. Tehát ott a motiváció egy ideológiai, próbálják az egyházat, a vallást, a keresztény közösségeket minél inkább föld alá kényszeríteni. Távorok vannak, ahova az embereket elviszik, még hogyha egy Biblia van náluk, akkor is. Akkor vannak a közel-keleti régiók. Az megint csak egy másik kérdés, hogy a közel-keleti országokban miért üldöznek keresztény közösségeket, olyan országokban is, ahol hosszú évszázadokon keresztül együtt éltek keresztény közösségek, muszlim közösségek, és hát látjuk azt, hogy az első világháborút lezáró béke után, itt a régiónkban nagyon jól tudjuk, mit jelent egy igazságtalan béke, amikor nem úgy húzzák meg a határokat, hogy figyelembe vesznek nemzetiségi, etnikai vagy vallási kérdéseket, meghúzták ezeket a határokat, mindig ott maradt egy tűzfészek, egy olyan lehetőség, ahol ki lehet robbantani a közösségek között egy konfliktust, és hát ezt látjuk a közel-keleti országokban. Ez az oka elsősorban, és akkor jönnek erre a gazdasági tényezők, a munkanélküliség. Tehát nem szabad a keresztény üldözésnek a jelenségét elválasztani más társadalmi jelenségektől, mint az előbb említett tényezők. És hát ugye most már egyre inkább kell beszélnünk arról is, hogy Nyugat-Európa. Nyugat-Európában megint más oka van, hogy növekszik a keresztényekkel szembeni akár fizikai atrocitásoknak a száma. Ugye a szekularizmus, ami egy meghatározó jelensége a nyugat-európai országoknak, ami már nem jelenti a keresztény filozófiával, a keresztény gondolatokkal való azonosulást is, és a védelmet is egyre inkább kiveszi a keresztény közösségek mögül. És fogynak is a keresztény közösségek Európában, hát egyre kevesebben vagyunk, elég elmenni ilyenkor a nagy ünnepekkor nyugat-európai templomokba, hogy egyre kevesebb a közösség, egyre kevesebb a megtartó, és nyilván ennek van egy olyan hatása is, hogy a megüresedett térbe adott esetben még szélsőséges más vallások is benyomulhatnak. Ha visszatekintünk az előző néhány évre, az elmúlt néhány évre, mintha az lenne az ember benyomása, hogy keresztény ünnepek közelettével, ugye most húsvét, ről beszélünk hamarosan egyébként Monostori László Esperes úrral. Az jutott eszembe, hogy mintha keresztény ünnepek alkalmával felerősödne ez a folyamat. Gondoljunk csak Sri Lankára. Mi történt ott? Szállodák, templomok robbantak föl. Igen, tehát ez a terrorizmushoz köthető alapvetően, és a terrorizmusnak van egy olyan jellegzetessége, hogy figyelemfelkeltő akar lenni. Most a terrorizmus mikor tud a legfigyelem, terrorcselekmények mikor tudnak a legfigyelemfelkeltőbbek lenni? Hát amikor sokan vannak, amikor ünnepek vannak, amikor az egész világ, akár a keresztény világ, de ilyenkor nem csak a keresztény világ, hanem az egész világ lényegében a keresztény üzenetre összpontosít, tehát ilyenkor nyilván egy terrortámadásnak sokkal nagyobb üzenete van, több ember is jön össze, hiszen ilyenkor nem csak a templomok, hanem a
ott van a közösség. Tehát emberek is nagyon sokan meghalnak, és ugye kialakult a terrorizmus szempontjából, de hát ez nem csak a terrorizmus, hanem a háborúk, nézzük meg a délszláv válság, ugye, vagy a templomokat, amikor templomokat, de mecseteket is leromboltak, az úgynevezett becses célpontok. Ami nem csak azt jelenti, hogy katonai szempontból, stratégiai szempontból lerombolok épületeket, hanem olyan épületeket akarok lerombolni, tehát ez a terrorizmusnak is az egyik kulcs fogalma, ami hát érzelmileg megérinti azokat az embereket, és ez az oka, hogy ilyenkor jobban odafigyelnek rá, nagyobb figyelemfelkeltő erővel bír. Ferenc pápa minap azt mondta, hogy a kereszténységnek ma mostanság több vértanúja van, véráldozata, mint a legelső évszázadokban. Azért hoztam ezt ide, erről szeretném a véleményét, mert most 5. alkalommal jelent meg a könyv önök gondozásában, önök szerkesztésében, nagyon sok alkotó, talán 40, hiszen az előbb a stúdió folyosóján már beszélgettünk erről. 5. alkalommal a keresztény üldözést, hogy is mondjam, csak vizsgálják, járják körül. Idén milyen megállapításokat tettek? Én tehát visszatérve még a Szentatyának megállapítására, ugye a Szentatyának is ez egy nagyon fontos üzenete, hogy hát próbálja egyrészt az ökumenizmust, ez azt jelenti, hogy a keresztény felekezetek közötti egységet erősíteni, annak érdekében, hogy hát a keresztények közösen lépjenek föl a keresztény üldözéssel szembe. Bariba összehívta a különböző pátriárkákat, a keleti egyházaknak a nagy pátriárkáit. De különböző gesztusokat is tesz, hiszen a régióba, nézzük meg, hogy a pápának a külpolitikája mihez kapcsolódik. Nem a nyugat-európai országokba megy el, oda is időnként, de a fő csapás azok az úgynevezett válságterületek, vagy krízisterületek, és pont ott, ahol a keresztényeket az elmúlt években érték atrocitások, gondoljuk a közel-keleti utazásaira. Na most ez az egyik, a másik pedig az, hogy keresi a vallás közi párbeszédnek is a lehetőségét, tehát az iszlám közösségek vezetőihez is elmegy, éppen azért, hogy vallásos, jóérzésű emberek közösen lépjenek fel minden erőszakkal szembe alapjogi kérdések védelme érdekében. Bocsásson meg itt csak egy fél gondolat. A Szent Atya azért megy különböző iszlám országokban, mert a minden iszlám országban valahogy egy más, egyébként a keresztényekhez való viszonyulás, bármilyen iszlámról legyen szó. Igen, tehát olyanról, hogy iszlám-keresztény párbeszéd általánosában nem lehet beszélni. Olyanról lehet beszélni, hogy egy adott közösséggel való párbeszéd hogyan alakul. Lehet, hogy van valami hatása majd egy másik iszlám közösségre, de nem feltétlenül. Tehát majd, hogy nem azt mondom, hogy a vallásközi párbeszéd, mint a diplomáciának egy eszköze, hiszen egyre látjuk, hogy egyre erősödő eszköze lesz a vallás diplomácia az úgynevezett béketeremtésnek, vagy a béke megszilárdításának. Tehát nem lehet az, hogy egyszerűen csak az iszlám közösséggel, hanem minden egyes közösséghez el kell menni, minden egyes közösséggel meg kell állapodni, és az egyes közösségeknek a vezetői hatást tudnak gyakorolni az ott élő emberekre. Tehát ezért kell minden egyes közösséghez elmenni. Visszatérve a könyvére, ha 2-3 mondatban kellene összefoglalni, bár lehetetlen, hisz, mint mondottuk, 40 szerző, azért is érdekes, már bocsásson meg, hogy visszatérek, hogy 40 szerző különböző témákban osztja meg véleményét, kutatásainak eredményét az olvasókkal, 40-féle megvilágításban, talán ettől is színes ez a kiadvány. Hogyha pár mondatban, tehát két mondatban mondanám, akkor azt mondanám, hogy ennek a kötetnek a legfontosabb üzenete az, hogy 5-5-ször jelenik meg. Ami jelzi azt, hogy a magyar kormánynak, hiszen ez egy kormányzati célkitűzés, ez egy közpolitikai célkitűzés volt, hogy mi magyarok magyarul, angolul jelentessük meg azt a kötetet, ami az üldözött keresztény közösségekkel foglalkozik. Tehát ez nem egy fellángolás volt, hanem egy stabil közpolitika, ami megjelenik a magyar külpolitikából, és ami elismerést vált ki a magyar kormányzatnak a törekvései között, hiszen Amerikába eljut ez a kötet. Eljut a különböző keresztény közösségekhez, oda kerülnek a könyvtáraknak a polcára, Egyszerre írnak ebbe akadémikusok, tehát nagyon komoly kutatók. Külföldi professzorokat sikerül meghívnunk, most már tényleg 5 éve, legkülönbözőbb egyetemekről, amerikai egyetemekről, nyugat-európai egyetemekről. De ott vannak, így mondanám, hogy nem az akadémiai szektor, hanem a humanitárius tevékenységet végző különböző szolgálatoknak a szerzői, akik leírják, hogy konkrétan ők mit tettek a keresztény közösségek megsegítéséért az elmúlt egy évben, két évben, ugye attól függ, hogy mikor írta az adott szerző utoljára a kötetbe. És ez egy óriási, hogy nem csak arról írunk, hogy baj van. Ugye sokan beszélnek arról, open doors.
Nagyon jó, hogy minden évben az Open Doors megjelenteti ezt a listát, amivel kezdtük a beszélgetést. Ezt összeállítja az országoknak a listáját. De mi nem csak arról szeretnénk beszélni, hogy baj van, hanem hogy vannak olyan emberek, olyan szervezetek, olyan egyházak, olyan kormányok, a magyar kormány például, aki odaáll a bajban az üldözött keresztények, mert is van üzenete. Szeretné fölkarolni az üldözött keresztény közösségeknek a kultúráját, hagyományát, teológiát, és ez mind megjelenik ebbe a kötetbe. Ilyen módon azt mondom, hogy egyedülálló világviszonylatban is ez a munkája a kutatóintézetünknek. Hálásan köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen.